Németország bocsánatot kér, hogy megtörténhetett az 1972-es Müncheni olimpián az izraeli csapat ellen elkövetett terrortámadás, ami 11 izraeli állampolgár halálát okozta. Erről Frank-Walter Steinmeier német államfő beszélt az 50. évforduló rendezett emlékünnepségen. Mint az ország államfője, Németország nevében bocsánatot kérek az izraeli sportolók védelmének hiánya miatt a müncheni olimpiai játékok idején, valamint az események azt követő tisztázásának elmaradásáért, illetve azért, hogy megtörtént, ami megtörtént. Palesztin terroristák 1972-ben megtámadták az izraeli sportolók szállását, 2 olimpikont lelőttek, 9-et túszul ejtettek, és palesztin terroristák szabadon engedését követelték. Dieter Reiter München polgármestere hangsúlyozta, hogy fél évszázad sem törli el a város szégyenét, mert az 1972-es müncheni nyári olimpiai játékok szervezői súlyos hibákat követtek el. Ezt sajnálom, és bocsánatot kérek érte. Bocsánatot kérek azért is, hogy a támadás után nem vállalták a felelősséget a szervezők. A terrorelhárításban tapasztalatlan német hatóságok túszmentő akciója nem sikerült 1972-ben. A művelet végére meghaltak a túszulejtett sportolók, 5 terrorista és 1 német rendőr.